Köszöntelek benneteket, mesebeli asztrológia. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel. De először fel kell, hogy hívjam a figyelmeteket, ez az asztrológiai felvétel az indiai asztrológia szerint van. És ők másképp számolják ki a horoszkópot, mint amit mi itt Európában ismerünk. Tehát ne csodálkozzatok el azon, ha én mondom, hogy hol vannak a bolygók, a nap és a hold, ez más, mint a mi asztrológiánkban. Viszont nagyon precíz. A mai nap, tehát április 10-e, a második tithiben van. Ezek a tithik azt mutatják, hogy milyen messze van hold a naptól. És ezt mindig számolják vagy teleholdnál, vagy újholdnál. Tehát ma, a mai nap a második tithiben van. Ez a második tithi kihat a mai napunkra. Egy olyan finom energiai mezőt élünk át. Azt, amit tegnap mi terveztünk, az ma megvalósítható. Tehát a mai nap a tettek napja. Korábban ezt a napot választották, amikor egy királyt koronáztak, vagy egy házasság kötésére, vagy szerződések megkötésére. Ez a nap nagyon alkalmas egy szertartást tartani, és ezzel a szertartással kérhetjük az isteni segítséget. Mivel ez a mai nap aktív, vagy kell, hogy mozogjanak az események, azt, amit mi befolyásolhatunk. Ez a második tithi azt is jelenti, hogy a nap kedvező, hogy mi utazzunk. Az indiai számítás szerint a nap a halak jegyében van, a Revati holtházban. Itt marad is egy ideig. Ez a Revati holtház az utolsó holtház, és mutatja, hogy kell, hogy elérjük a céljainkat. A nap hatását is figyelembe kell venni, mégpedig kell, hogy ezt megnézzük. De ahhoz, hogy a céljainkat elérjük, kell, hogy legyenek céljaink. A hold, a Visaka holtházban található a mérleg jegyében. Ezek a holtházak azt jelentik, hogy mennyire mozog a hold. Tehát ezt a 360 fokot nem csak 12-vel osztják el, ami a hónapokat mutatja, hanem megtekintik a hold mozgását is, és van 27 holtház. Mint mondtam, Revati az utolsó ezekben a holtházakban. De visszatérve a Visaka holtházra, mert az hat a holdra. És a hold energiáját mi nagyon érezzük. Visaka a tűz istennője. Ez a belső lángolást is mutatja, viszont azt is, hogy kell, hogy valamit elégessünk. Az annyit jelent számunkra, hogy valamit befejezzünk, hogy elbúcsúzzunk valamitől vagy valakitől, és adjunk szabad teret ahhoz, hogy valami új történjen az életünkben. És ezt a tűz elemével, a lelkesedéssel. Maradnék a tűz eleménél. A mai napon ez hiányzik.
a hold mutatja ugyan, hogy mennyire fontos, hogy most a tűz elemét éljük, ez a melegségre utal, és a lelkesedésre. De ha én megtekintem a bolygókat, és a nap, a hold energiáját is, hogy hol, melyik jegyben mozognak, akkor tudom veletek közölni, hogy a mai napon hiányzik a tűz eleme. A bolygók, a nap és a hold a következőképpen mozog. De ezt csak Szaturnus bolygóig tekintem meg, tehát kihagyom a külső bolygókat, Uránuszt, Neptunt és Plútót, mert nekik más hatása van az életünkben. Tehát Szaturnusig a következő a kép. A tűz elemében nincs bolygó, a Föld elemében található Mars, Jupiter, Vénusz és Szaturnusz bolygó. A Föld eleme mutatja a reális dolgokat és az anyagiakat. Kihat az érzelmünkre is, mert most szükségünk van a biztonság érzésére, nem csak az anyagiak területén, hanem ami a párkapcsolatot illeti. Ott is ez nagyon fontos. A levegő elemében van a hold uralkodik az érzéseink felett, és mutatja a levegő elemét, tehát kell a könnyűség, az is fontos, hogy az érzelmeinket kimondjuk, és a Visakha holtházban jön hozzá ez a tűz istennő, mint ahogy mondtam is. A víz elemében van a nap és Merkur bolygó. A víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. A nap mutatja, hogy oda nézzünk, vagy tekintsünk a mélybe. Hallgassuk meg a belső hangunkat, erre utal Merkur bolygó is, azon kívül, hogy beszéljünk az érzelmekről, tisztázzunk valamit. A kapcsolatok. A Földünk gyorsabban mozog, mint Neptun bolygó. Ez a kapcsolat, ami a napokban volt, a Neptun bolygó és a mi Földünk között, ez most lazul. A Föld elbúcsúzik ettől a kapcsolattól. Ami viszont érezhető, ez egy Uránusz és Vénusz fél szextil, így nevezhető. Ez kellemes és kihat a párkapcsolatra, mert Vénusz az a szerelem bolygója, és Uránusz hatása alatt lesznek események, változások, és mivel ez kellemes, ezért valami jó közeledik hozzátok a szerelmi élet területén. Épp ebben a pillanatban kaptam egy e-mailt, amiben az áll, hogy a mai naptól működik a telefon szolgáltatásom Magyarországon is. Ti hívhattok Magyarországról, és beszélhetünk telefonon keresztül. Kivettem a kártyát, vagy megnézem az asztrológiát, ahogy ti kéritek. Ennek a hívásnak van díja, percenként 750 forint, viszont, amit én fontosnak is tartok, én ezeket a beszélgetéseket nem hosszabbítom. Tehát én röviden megadom a választ, mert én gondolok arra is, hogy ti ne sokat költsetek ezekre a hívásokra. És én előre megköszönöm azt, hogy megbíztok bennem,
és hogy így telefonon keresztül gyorsan tudok nektek segíteni. Az persze előfordulhat, hogy a telefon foglalt, mert én dolgozom Svájcban, Ausztriában és Németországban, és nagyon gyakran hívnak, úgyhogy ez előfordulhat. De akkor hívjatok később. És köszönöm. A számom, mint ahogy látható is, 06 9 0 9 0 0 9 0 9. És örülök a hívásoknak. És ez volt a mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket. Tenderá!